Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, közeledünk karácsonyhoz. December 18-a van, amikor is ennek a hétnek szerdáján az alábbi evangéliumot hallgathatjuk, akár templomainkban, akár itt és most is. Ez a Máté evangélium első részében a 18-tól 24-ig tartó igék sora. Jézus Krisztus születésének ez a története anyja Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna gyermeket fogant a Szentlélek erejéből. Férje József igaz ember volt, nem akarta meghúzolni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az úr angyala, és így szólt hozzá. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségőved Máriát, hiszen akit a szíve alatt hord, az a szent lélektől van. Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a proféta szavával mondott, anya lesz a szűz, és fiút szül, Emmanuel lesz a neve, ez azt jelenti, velünk az Isten. József erre fölébredt álmából, és úgy tett, ahogy az úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek, Jézus születéséről van szó, de már láma mai napon 18-án arról a történetről hallunk, ami ezzel kapcsolatos, és azért még nem igazán maga a születés hanem az előtte lejátszódó csodálatos esemény, amelynek a középpontjában most József áll. Majd még sor kerül Mária középpontba helyezésére is, az angyali üdvözlettől a karácsonyi csodálatos éjszakáig eltelő kilenc hónapban, mármint az arra való emlékezés idején. De most lássuk csak Józsefet. Názáretben, ha az ember a bazilikában esetleg misézik papként, csoporttal, kisebb-nagyobb közösséggel, akkor természetesen utána átmennek az emberek Szent József templomába, oda, ahol a hagyomány szerint Szent József, mint ácsmester működött. Különös élmény ez. A nagyon szakrális térből, ami a a názáreti angyali üdvözlet bazilikája, ahol mi különösen örvendezhetünk, mert magyar alkotó művészek gyönyörű Mária ábrázolásában is részünk van. Szóval ebből a szakrális térből átmegyünk egy munkahelyre. A múltkoriban egy meghívást kaptam egy ilyen műhelybe. Nem asztalos műhely volt, valószínűleg lakatos műhely, vagy ahhoz hasonló esztergályos üzemféle, félig maszek tulajdonban, és ott összejött talán tíz férfi egyikük névnapjára, és engem is meghívtak. Különös volt ez a hangulat. A fejünk fölött emlékszem egy ilyen vastag nagy ígerenda vasból, ahol láncok lógtak az anyagmozgatáshoz, és hát persze Poros, meglehetősen sötét műhely, és ott éreztük mégis jól magunkat, mert ott rotyogott az üstben részben halászlé, részben pörkölt, és mind a kettő vidámított bennünket, nem beszélve a borról, sörről. Az a bizonyos názáreti műhely is biztos sokszor poros volt, a rengeteg fűrészportól. Talán még rendet sem lehet mindig elképzelni, ezzel nem akarom Szent József rendszeretetét megkérdőjelezni, de hát ahol dolgoznak, ott azért nem mindig a legtökéletesebb harmónia van az anyagvilágban. De ahogy az említett műhelyben jól éreztük magunkat, mert valami kellemes dolog már előre éreztette jelenlétét, és azt, amit majd ad, az illatára gondolok annak a halászlének, vagy pörköltnek. Ugyanúgy ebben a názáreti műhelyben mindig lehetett valami csodálatos plusz az ott dolgozó asztalos mester jelenlétének köszönhetően. Oda, ha beléptek az emberek megrendelni valami munkát, József ki kellene javítani a tetőt, csinálj már egy, egy gerendát oda, vagy tudsz te asztalt is csinálni, ugye bár nem asztalosként, hanem ácsként tartunk nyilván itt Nászáredben, de kellene egy ilyen olyan méretű asztal, azért közben valószínűleg beszélgettek is, és ez a beszélgetés, ez mindig Józsefnek köszönhetően örömöt jelentett annak, aki talán nem is kereste ezt az örömöt, csak azt kereste, hogy egy mester munkájának örvendezhessen másnapra vagy következő hétre. Mert ez a József igaz ember volt. Ez a József nagyon-nagyon dicséretreméltó és követendő ember volt. A hitnek az egyik nagy tanúság tevője. Ugye, amikor Mária megtudja, hogy gyermeket vár nem ment Józsefhez, mert, mert talán attól félt, hogy elutasítja őt József. De nem így történt. József álmában egy figyelmeztetést kap, és ezután ő képes arra, hogy elvegye feleségül Máriát, és együtt vállalják az ezzel járó kötelezettségüket. Kedves asztalos mesterek, meg ácsok, meg lakatosok és egyebek. Vajon mennyire vagyunk ennek a munkás embernek is oltalma alatt élők, és olyan igaz emberek, mint amilyen a názáreti József volt, a názáreti Ács volt. Hogyan bánunk, és ezzel nem korholni akarok senkit, és nem csak a fizikai munkásokat akarom itt, úgymond, lelkiismeret furdalásra ösztönözni, hanem mindenkit, mindnyájunkat, önmagamat. Papokat is. Hogyan bánunk mi azzal a szeretettel, amit kapunk azoktól teszem föl, akik között élünk, mint ahogy József kapta Máriától, és mennyire veszük tudomásul, hogy ránk is ránk bízta önmagát Jézus. Nem úgy, mint Máriára, de ránk van bízva Jézus. Ránk van bízva egy kicsit az egyház. Amikor egy bérmáláskor elhangzik a püspök ajkáról a fiatal bérmálkozóra tekintve, hogy szükségem van rád, vagy többes számban az egyház nevében szükségünk van rád, akkor ezt úgy hordoznunk kellene a szívünkben, mint alapgondolatot egész életünkben: szüksége van Jézusnak ránk. És Jézus biztos, hogy hisz is abban, hogy ránk bízhatja magát mint ahogy rábízta magát Józsefre, és hát persze Máriára. Vajon ma, adventnek ezen a napján, mi a műhelyben, a munkahelyen, legyen az valóban bármilyen munkahely, tudjuk-e, hogy, hogy oda nem csak azokkal, ott nem csak azokkal kell találkoznunk, akik éppen minket, mint ilyen és ilyen foglalkozásban élőket keresnek, és tőlünk azt várják, ami foglalkozásunk függvényében várható tőlünk, hanem minket keresnek. Személy szerint téged, légy akár egy aranyos idős néni vagy bácsi, légy diplomás vagy éppenséggel a legegyszerűbb tudományokban jártas emberke, vagy akár légy gyerek, légy pap. Terád annak szüksége van, aki átlépi az ajtót küszöbét. Vagy talán be is zártad az ajtódat? lehet, hogy úgy akarsz belevágni a karácsony ünnepébe, hogy egyedül akarsz lenni. És talán kinyitottad, és mégsem nagyon számíthatsz arra, hogy valakinek szüksége lesz majd rád. Hát akkor ha csak lehet, használd ki a lehetőséget. Vedd fel a telefont. Hívd fel valakit. Menj át legalább a szomszédba. Lehet, hogy az is vár téged. Mint hogy te most őt, és együtt, együtt legyünk boldogok, és egymást boldogítók. Szent József, a munkások, és minden hívő, védőszentje, és példaképe, Könyörög életünk. Köszönöm a figyelmet, lassan-lassan, kegyelemteljes karácsonyt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!